Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A kísérletek, amelyeket látni kell 2021-es évi előadásán. Éppen 10 évvel ezelőtt, 2011-ben volt először nyitva mindenki számára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Intézetének tehetséggondozó programjának utolsó rendhagyó fizika órája. Addig 15-20-25 embernek tartottam előadást, 2011-től pedig gondoltunk egy nagyot, és mindenki számára elérhetővé tettük kétféleképpen. Egyik részről be lehetett jelentkezni, de a tanterembe, idén ez sajnos nem adatik meg, a másik pedig a közvetítés, és hát ezúton is szeretném megköszönni a BME Kármán stúdiójának azt, hogy az idei előadást közvetítik, és segítik ezzel a munkánkat. Ebben az évben azt hiszem annyiban is rendhagyó leszek, hogy egy nagy gondolatköré fogom fölépíteni az előadásomat. Úgy is mondhatnánk, hogy 2007-2008-ban volt egy rendezvény, ahol tartottam egy előadást, az volt a címe Séta az indukció körül. Ennek egy kibővített változatát fogjátok látni, de azért apró kis szösszenetekkel majd azért próbálom az érdeklődést fönntartani. Hát az indukciót azért választottam, mert az indukció az, amelyik a legnagyobb elvonatkoztatást, absztrahálást kíván az emberektől. Éppen ezért azt gondoltam, hogyha sok kísérlettel megmutatom, hogy az indukció mit is jelent pontosan, az elektromágneses indukció, akkor talán mindenkinek barátja lesz ez a témakör. Étvágygerjesztőnek azt találtam ki, hogy mutatok egy eszközt, aminek a működéséről most nem mondanék első körben semmit. De aki figyel, az az órán meg fogja érteni az eszköznek a működését. Nézzük az eszközeinket. Egy szabályozható áramforrás, amely tehát hálózati áramból alacsonyabb feszültséget fog előállítani. 230 voltból csak annyit fogunk használni, amennyire éppen szükségünk van. Tehát akkor itt van a csatlakozó. Ezt hozzá fogom kapcsolni egy olyan tekercshez, egyébként ez többször szerepelni fog, 1200 menet van erre a csévetestre föltéve, és egy ilyen U-alakú vasmaggal fogjuk még ellátni. Tehát ide hozzá kapcsolom, és tulajdonképpen nem más tennivalónk van, mint hogy ezt az alumínium serleget fogom az iránytű tartójára fölhelyezni. Vagyis ez azt jelenti, hogy itt a belsejében én elkészítettem egy fölfüggesztő pontot, oda belehelyezzük az iránytű tartót, ide helyezem mellé, és így bekapcsoljuk. Ja, bocsánat, be is kell kapcsolni tényleg. És azt hiszem, annyit lehet látni, hogy a bekapcsolás pillanatában egy kicsit el fog lendülni ez az alumínium serleg. Ez szerintem jól látszik is. De azon kívül, hogy morgás történik, nem történik semmi. Ugye a serleg alumíniumból van, hogy a serleg elinduljon, egy másik alumínium lemezre lesz szükségem. Ide beteszem az alumínium serleg és a vasmag közé, azt hiszem mindenki jól látja, hogy elkezd forogni. Fölülről nézve, óramutató járásával ellenkező irányban forog. Ha másik irányból tesszük be az alumínium lemezünket, akkor fölülről nézve, óramutató járásának megegyező irányban fog forogni. Tehát tulajdonképpen próbáljátok meg az eddig tanultak alapján megmagyarázni a működését. Ha nem megy, javaslom, maradjatok velünk, és figyeljétek a kísérleteket. A kísérleteket végighallgatva mindenkiben egyszer csak elő fog jönni az érzés, hogy aha, megvan. Ezért is érdemes volt megnézni az előadást. Mint mondottam, az indukció jelenségével szeretnék foglalkozni. Az 1800-as évek legelején, 21-ben és 23-ban, 23 között egy francia fizikus, Arago volt az, aki a kísérletet, az első indukcióhoz vezető kísérletet elvégezte, publikálta is, de ő még nem tudta megadni a megoldást, ő neki még ez nem adatott meg.
Azt mondta, ugye az iránytű nem véletlenül volt idáig az asztalon, azt mondta, hogyha fölfüggesztünk egy madzagon, egy úgynevezett torziós szálon egy erős mágnest, akkor az észak-déli irányba fog beállni. Hát itt azért nem áll be észak-déli irányba, egyébként pont ez lenne az észak-déli irány, mert az asztalunkban vannak vas részek, és azok gyakorlatilag kicsit megbolondítják a mágnest, de azt mindenképpen meg lehet mutatni, hogy a lengések lecsillapodása után észak-déli irányú lesz a mágnesünk. Ha ebből az irányból kitérítjük, akkor a torziós szál merevségétől függően azt fogjuk látni, hogy lengéseket fog végezni. Hát eddig még különösebben az indukcióhoz még nem jutottunk el, most jön az, ami miatt az egész izgalmas volt. Aragó elhelyezett a mágnes alatt egy résztömböt, vagy egy vezetőlapot, lehet ez alumínium is, de akkor az réz az könnyebben elérhető volt akkoriban. Végezzük el ezt a kísérletet, azt hiszem mindenki jól látja, hogy a mágnesünk sokkal-sokkal lomhábban fog viselkedni, és gyakorlatilag mindenki tudja, hogy a réz az nem mágnesezhető, tehát úgy is mondhatnánk, hogy a rúdmágnes és a réz között a kölcsönhatás nem túl nagy. Abban az esetben mutatkozik kölcsönhatás, hogyha valamelyik mozog. Mozoghat a résztömb fölött a rúdmágnes, azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik. Azt is meg lehet mutatni, hogyha fölemeljük egy picit a mágnesünket, az azt jelenti, hogy a réztől egy kicsit távolabb tesszük, akkor ebből a lomha mozgásból egy kicsit gyorsabb mozgás lesz, de még mindig az előző mozgásnál lényegesen lassabb. De azt is meg lehet mutatni, hogy fogja az ember, és az alumínium, vagy a rézlemez mozgatja alatt, és akkor a rézlemezzel meg tudjuk forgatni a mágnes rudunkat. Hát Aragó még azt a kísérletet is megtette, nagyon alapos és precíz ember volt, hogy a réz alá tett egy alumínium lemezt, és elkezdte forgatni, és azt hiszem nagyon szépen lehet látni, hogy a forgatás hatására meg lehet mozgatni ezt az alumínium lemezt. Tehát azt hiszem mindenki látja, hogy ha ide tesszük mellé, akkor nem történik semmi. Hogyha ide teszem és elkezdem forgatni, akkor szépen forgásba lehet hozni az alumínium lemezünket. Egyébként, hogyha tehát Aragó azt is elvégezte azt a kísérletet, hogy a réz és a mágnes közé betett egy üveglapot, hogy kizárja annak a lehetőségét, hogy a légellenállásból adódó légmozgás mozgatja meg. Azt is meg lehet mutatni, tehát itt most viszonylag könnyedén tudunk magasságot állítani, hogy így is mozgásba lehet hozni, ebben megegyező irányba is mozgásba lehet hozni, tehát nem csak a forgását akadályozza a vezetőlap, tehát később erre jött rá Aragó, hogy minél jobb vezetőképessége van ennek a lapnak, annál erősebb lesz ez az effektus. No, hát akkor tulajdonképpen ezt a kísérletet megnéztük, emlékezve Aragóra, ezekkel a mágnesekkel mindig csak a baj van, akkor nézzünk egy olyan kísérletet az indukció területéről, amely tulajdonképpen, hát mindenképpen meg kell említenünk Faradaynek a munkásságát. Faraday végigkutatta a természettudományos ismereteket bővítendő az ide vonatkozó kísérleteket. Az elektromos mágneses kísérletekről egy nagyon hosszú könyvet írt, és hát az a legmegdöbbentőbb dolog, hogy a könyvében egyetlen egy képlet sem szerepel. Minden csak leírással van, ha ezt csinálod, akkor ez fog történni, ilyen körülmények között ez a jelenség várható. Hát tulajdonképpen akkor az első kísérlet főszereplője egy rézből elkészített vezetőkeret. A vezetőkeretnek ugye van ez a két párhuzamos oldala, ez a rá merőleges oldal itt középen el van vágva, és két darab banándugóban végződik, és az egészet egy ilyen keret, egy ilyen tolható keret lesz, amelyik le fogja zárni. Ez az egyik kísérleti eszközünk. Ezen kívül van egy erős mágnesünk. A mágnesnek a pólusaira
ferromágneses pofákat fogok elhelyezni, ezek lágymágneses anyagból vannak, tehát ez azt jelenti, hogy a pólusokból kilépő mágneses erővonalakat nagyon szívesen magukba zárják, tehát ez azt jelenti, hogy ezen a két felületen, egy két felület között egy nagyjából homogén mágneses teret lehet létrehozni. No, akkor helyezzük el ezt az eszközünket itt a két pofa között, és most már csak egy mérőműszerre lesz szükségünk. Nézzük is meg, hogy milyen mérőműszerünk van. Egy galvanométerrel fogunk dolgozni, és a galvanométerünknek, hogy jól lássuk, a galvanométerünkhez hozzá fogjuk ezt kapcsolni. Tehát így, és bekapcsolom. És azt fogjuk tenni, hogy a mágneses keret, tehát a mágneses térben elhelyezett téglalap alakú keretünk, hogyha az egyik oldalát mozgatjuk, azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a mutatónk tőlem távolodva, vagyis jobbra fog elindulni. Hogyha másik irányba mozgatom, akkor a másik irányba fog kitérni a mutató. Azt is meg lehet mutatni, hogy a kitérés nagysága arányos lesz a mozgatás sebességével, tehát hogyha nagyon erősen mozgatom, akkor a kitérés jó nagy lesz, hogyha lassan mozgatom, akkor mindenki látja, hogy a kitérés pedig kisebb lesz. Így. Azt hiszem, most eljött az ideje annak, hogy fölrajzoljak egy képletet, illetve fölírjak egy képletet, az indukált feszültség az arányos a mínusz delta phi per delta t hányadossal, ahol a delta phi az a fluxusváltozás lesz, a delta t pedig a fluxusváltozáshoz szükséges időnek a hossza. Még egyszer azt kell elmondanunk, hogy mit jelent a fluxus. Mielőtt itt tovább mennénk, azt kell mondani, hogy ha a mágneses térnek a nagyságát szeretnénk megadni, akkor a mágneses térnek a nagyságát, mivel egy vektormennyiség, három dologgal kell egy vektort megadni. Megadhatjuk úgy, hogy x, y és z irányban mekkora a mágneses térerősségnek a nagysága, de ehelyett megadhatjuk azt is, hogy mekkora a mágneses térerősség abszolút értéke, és az milyen irányítottságú a térben, az a milyen irányítottságú, az kettő darab szög megadását jelenti. Abban az esetben, hogyha az adott pontban megnézzük, hogy mekkora a térerősségnek a nagysága, akkor az azzal jellemezhető, hogyha interpretálni akarjuk, hogy az erővonalakat abban a részben, abban a pontban milyen sűrűn rajzoljuk. Hogyha körbezárunk egy területet, akkor meg tudjuk számolni, hogy ez a terület, ez éppen hány ezen a területen éppen hány erővonal megy keresztül, és akkor térjünk vissza a kísérletnek a megmagyarázásához. Itt van ez a terület. Abban az esetben, hogyha ez a két pofa között homogén nagyságú az erőtér, akkor meg tudjuk mondani, hogy egy négyzetcentiméterre hány erővonal jut, látjuk, hogy mekkora területet mutat ez a keret, és ennek eredményeként meg tudjuk mondani, hogy hány darab erővonal döfi ezt keresztül. Abban az esetben, hogyha ezt az oldalt lefele mozgatom, csökken a terület, ennek eredményeként a fluxus változás egy csökkenést fog mutatni. Abban az esetben, ha fölfelé mozgatom, a fluxus változás növekedést fog mutatni, ez magyarázza meg nekünk azt, hogy az egyik esetben, amikor lefelé toltam, akkor tőlem távolodva jobbra tért ki a műszer, amikor fölfelé húztam, akkor pedig hozzám közeledett a mutató, vagyis balra tért ki a műszer. Azt is meg tudjuk érteni, hogyha a mozgatás lassú, akkor az azt jelenti, hogy az adott fluxusváltozáshoz sokkal hosszabb időre van szükség, ebben az esetben a hányados értéke kisebb lesz. Azt hiszem, hogy ez nagyon egyszerű. Ebben a kísérletben, amikor valaki megnézi, akkor azt is mondhatja, hogy ha-ha, azért járjuk körbe ezt egy kicsit rendesen, hiszen meg tudjuk azt mondani, hogy ebben a kísérletben nem csak a terület változik, hanem változik ennek a drótnak a hossza is. Hogy ezt kizárjuk, éppen ezért egy olyan dróttal fogunk kísérletezni, amelynek nem fogjuk megváltoztatni a hosszát. Ez a drót pedig egy egyszerű mérőzsinór lesz. Itt van a mérőzsinórunk. Ezt a mérőzsinórt fogom
ide hozzákötni a műszerünkhez. Ezt a mérőzsinort, hogyha az ember így megfogja, és így tartom, akkor a mérőzsinór által közbefogott terület pici lesz, ha így kinyitom, akkor pedig nagy lesz. Tehát fluxus változást úgy fogunk elérni, hogy közben a mérőzsinórunk hossza nem változik meg. Na nézzük csak meg, hogy is történik ez. Behelyezem, mozgatom, most növeltem a területet, most pedig csökkentettem a területet. Növeltem a területet, csökkentettem a területet. Növeltem, csökkentettem. Ha megfordítom ezt a drótot, így 90, vagy 180 fokkal, akkor pontosan ugyanaz fog történni, csak a kitérés iránya lesz ellentétes. Tehát tulajdonképpen ez a kísérlet még ráadásul előjelesen is mutatja a történéseket. Az indukció törvényéhez ugye rá kellett jönni, hogy a fluxusváltozás és a hozzátartozó időt kell ismernünk, és tulajdonképpen ebből, hogyha ezt valaki jól megérte ezt a képletet, tudni fog róla mindent. Egyébként van egy másik módon, tehát egy másik módon is el lehet jutni ahhoz, amit indukciónak hívunk, mégpedig a Lorentz erő segítségével. Nézzétek meg hogyan. Itt van ez a vezető darab. Ezt a vezető darabot, hogyha egy szakaszát kijelöljük, ujjamtól ujjamig, akkor, ha ezt ebben a mágneses térbe fogom mozgatni, figyeljétek meg, most lefelé mozgatom, most pedig fölfelé mozgatom, látjuk, hogy rendesen kitér a műszer, meg tudnánk-e magyarázni az okát a kitérésnek. Ugye itt elég nehéz a fluxus változásról beszélni, de azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy ebben a darab vezetőben egész biztosan lesz könnyen elmozdulni képes töltés. Ez a töltés, hogyha tehát mágneses mezőben mozog, akkor rá Lorentz erő fog hatni, és az egyik végére az elektromágneses, tehát a mágneses térben mozgatott vezeték egyik végére ki fogja szorítani, ki fogja lökni az elektronokat, ezeket a szabad elektronokat, és az egyik végén elektron többlet, a másik végén pedig elektron hiány fog kialakulni. Figyeljétek meg, még egyszer megmutatom. Tehát lefele ebbe az irányba térül ki, fölfele pedig a másik irányba. Tehát hol az egyik végén lesz egy sok elektron, hol a másik végén lesz sok elektron. Tehát tulajdonképpen az elektromos indukcióhoz el lehet jutni ennek segítségével is. Van egyébként még egy nagyon izgalmas dolog, a fluxus változással kapcsolatosan, hát gyakorlatilag Ampernek volt egy ötlete, hogy az indukciót megkutassa, érezték a fizikusok, hogy az indukció az létezik, csak nem tudták még egyelőre megtalálni. Ő azt gondolta, nagyon izgalmas gondolata volt Ampernek, megint csak kell egy kis kréta, tehát azt mondta, hogy vegyünk egy elektrostatikából jól ismert fémgömböt. Ezt a fémgömböt, hogyha ide elhelyeztük, ugye szigetelő lábon áll, helyezzünk el mellé egy másik gömböt, így, és hogyha erre pozitív töltést fogunk adni, tehát itt elhelyezünk rajta sok pozitív töltést, akkor ennek a gömbnek az elektromos terében, a másik gömbben, a megosztás révén ide kerülnek pozitív, ide pedig negatív töltések. Azt hiszem, ezt mindenki jól érti. Na de, azt kell látni, hogy ez az ötlet volt az, hogy ezt elektromos indukciónak is hívják ezt a jelenséget, főleg angol nyelven, magyarul csak megosztásnak hívjuk. Azt mondta Amper, hogy csináljuk meg azt, hogy veszünk egy nagyon egyszerű áramkört, itt a nagyon egyszerű áramkör, áramforrás, és itt van az áramkörünk, ebben ugye folyni fog az áram ebbe az irányba, az I áram, és ennek a mágneses terébe, ha elhelyezünk egy zárt hurkot, így, akkor ennek az ötlete alapján, ennek a bekapcsolása után ebben folyamatosan áramnak kellene folyni. Így gondolta Amper, és tulajdonképpen az ő laboratóriumi jegyzeteiből tudjuk, hogy azt mondta, hogy ilyen jelenség nincs. Hol van az én eskrétám? Ilyen jelenség nincs,
Így, de azt mondta, hogy itt a papírnak a szélén ide fölírta, tehát itt volt a papír, de a szélére kiírta azt, hogy ki- és bekapcsoláskor van valami, amivel nem érdemes foglalkozni. Hát ez, még ha nem igaz, akkor is jó történet, más nem, akkor a tudomány működését nagyon jól megmutatja. Tehát akkor a következő kísérlet az lesz, hogy igen, a következő kísérlet az lesz, hogy Schweiger volt az, aki középkori, tehát az újkori tudósként azt mondta, hogy meg lehet a hatásokat sokszorozni, tehát azt a hatást, amit egy darab áramvezető hurokkal tudunk csinálni. Ő azt mondta, hogy ugyanolyan hurokból helyezzünk el többet, és a több elhelyezett hurok legyen sorba kötve, és akkor ezek hatására sokkal nagyobb lesz az effektus. Tehát egy 50 menetes tekercset látunk, és az 50 menetes tekercset, ha behelyezem, és akkor, most tudom, talán ebbe az irányba mutatom, ha elfordítom, és visszafordítom függőlegesbe, elfordítom a másik irányba, akkor indukciót tapasztalunk. Egy nagyon izgalmas dolgot látunk, azt biztosan tudjuk, hogy ezen két párhuzamos lemez között a lemezekre merőleges lesz a mágneses erővonalaknak az iránya, a sűrűsége az állandó, tehát tételezzük fel, hogy állandó, akkor amikor ezt én így behelyezem, és itt áll, akkor ezekre az erővonalakra pontosan merőleges lesz ennek a tekercsnek a síkja, és ennek eredményeként nagyon sok erővonal fog rajta átmenni. Ha én ezt elfordítom, akkor így viszintesbe, akkor az indukcióvonalak nem tudnak rajta átmenni, tehát gyakorlatilag fluxusváltozást, delta fit, úgy fogunk elérni, hogy a tekercset szépen forgatjuk. Ha egy egész kicsit kiebb nyitom ezt a pofát, akkor lehetőség van arra, hogy ezt a tekercset körbeforgassuk, és meg lehet figyelni, hogy így rövidesen egy váltakozó áramhoz, hogyha egyenletes szögsebességgel forgatja az ember, akkor egy szinuszos váltakozó feszültséget tudunk előállítani. Tehát az áramtermelésnek a módjához is közelebb férkőztünk. No, itt van egy következő eszköz. Ez a következő eszköz az egyik nagy kedvencem. Nézzük meg, hogy pontosan miből áll ez az eszköz. Az eszköz bakelitből készült. Ezen az oldalon, meg ezen az oldalon, tehát két csapágyazás található. A csapágyazás segítségével az egyik oldalon egy sárgaréz tömböt tudunk megforgatni, tehát körbeforgatom, hogy mindenki jól láthassa. Tehát egy sárgaréz tömböt tudunk forgatni, a másik oldalon pedig ebben a műanyag tartóban egy nagyon erős mágnes forgatható. Ebből a nagyon erős mágnesből van még egy itt. Meg tudom mutatni, hogy ez úgy néz ki. Hát ez a mágnes, meg az a mágnes teljesen egyforma. Ez egy 60 mm átmérőjű, 10 mm vastagságú korong, amelynek az egyik oldala az északi, a másik oldala pedig a déli pólus. Na most, az indukcióval kapcsolatos dolgokat, hogy hogyan fog ez eljönni, tessék megfigyelni. Ennek a korongnak, amelynek szintén 60 mm az átmérője, ezen a részen van egy érintkezője, egy úgynevezett csúszó érintkezője. Ha én forgatom, akkor ez folyamatosan hozzáér, és egy elektromos kontaktust ad. Ezen a másik oldalon, ennek a kisebb átmérőjű tengely résznek is van egy csúszógyűrűje, és a két csúszógyűrű erre a részre, erre a két banándugó ajzatra van kikötve. Na most, keresünk tehát akkor kettő darab banándugót, akarom mondani mérőzsinort, banándugóval a végén, hozzákapcsoljuk ehhez a galvanométerhez. Ugye ez a galvanométernek egy erősítője, itt ez a kis doboz. Na most, szeretném, ha most mindenki elővenne papír ceruzát, és fölírná saját magának azt,
hogy pontosan mi fog történni. Elmondom, mit fogok csinálni. Az első kísérlet részben azt fogom tenni, hogy meg fogom forgatni csak a résztömböt. A résztömb forgatásakor találunk-e elmozdulást a galvanométer mutatóján, tehát fogom forgatni jobbra, fogom forgatni balra, lassan is fogom forgatni, és gyorsan is fogom forgatni. Nos, ennek eredményeként mit fog mutatni a műszer, azt kéne fölírni a papírba, de akinek nincs papírja, az egy becsületkasszába fölírhatja saját magának a fejébe. A következő lépés az lesz, hogy nem fogom, ja igen, ebben az esetben a mágneshez nem fogunk hozzányúlni. A következő lépésben a mágnest fogom forgatni egyszer jobbra, egyszer balra, lassan is, meg gyorsan is. Az lenne a kérdés, hogy az előzőhöz képest milyen változást fogunk tapasztalni. És aztán a legizgalmasabb az pedig az lesz, hogy egyszerre a két végét meg tudom fogni, és jobbra is meg tudom egyszerre forgatni azonos fordulatszámmal a két testet, a résztömböt és a mágnest is, meg a másik irányba is, tehát teljesen egyszerre tudom őket forgatni. Csak azért várok egy kicsit mindenki számára, hogy megvan a végeredmény. Noha, ha megvan a végeredmény, akkor nézzük az elsőt. Megpörgetem, és azt hiszem mindenki jól látja, hogy vadul kicsap a műszernek a mutatója jobbra. Ha lassabban pörgetem, akkor csak kicsit fordul ki. A másik irányba pörgetésnél pontosan az ellenkező irányba csap ki a mutató, és hogyha itt lassabban forgatom, akkor itt is lehet látni, hogy a mutató az kicsit tér ki. Ez volt az első. Hát, hogyha megvan, kipipálhattátok. Egyébként ezt a jelenséget unipoláris indukciónak hívják. Állandó mágneses térben forgatunk egy testet, és a testnek a külső és az egyik belső része között indukálódik feszültség, a fluxus változást úgy tudjuk értelmezni, hogy a kisebbik sugártól a nagyobbik sugárig, ami elfordul, ugye azt a területet, amit súrol, ott történik a fluxus változás, ami ugye a delta phi képletünkben. Na nézzük a mágnesnek a forgatását. Jó erősen megforgatom a mágnest, direkt ide rajzoltam fekete vonalakat, hogy mindenki láthassa, és akármennyire is tekerem a mágnest, bármilyen nagy fordulatszámmal, vagy csak egészen kis fordulatszámmal, nem találunk indukciót. Pontosabban indukált feszültség nem keletkezik. Nagyon egyszerű a magyarázata a dolgoknak. Amikor az ember fölrajzol egy mágneses erővonalképet, például ennek a mágnesnek az erővonalképét úgy rajzolnánk fel, hogy itt van a tengelye, az egyik fele az északi pólus, a másik fele a déli pólus, az északi pólusból bújnak ki az erővonalak, és egy ilyen hurokszerűen a déli pólusban tűnnek el, és akkor ennek egy úgynevezett hengerszimmetrikus képe van. Ez a hengerszimmetrikus kép, ugye azonokon a részeken, ahol nagy a mágneses térerősség, ott nagyon sok erővonal van, és azokon a részeken, ahol kicsi a mágneses térerősség, ott pedig kevés van. Na most ezek az erővonalak, hogyha az ember úgy képzel, hogy megforgatjuk a mágnest, forognak együtt a mágnesekkel. De jusson eszünkbe, hogy a Faraday által kitalált erővonalak valójában nem léteznek, hanem csak szemléltetnek egy dolgot, azt szemléltetik, hogy milyen nagyságú és milyen irányú a mágneses tér. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a mágnesünknek a tere tengelyszimmetrikus, és e körül a tengely körül forgatjuk a mágnest, akkor egész biztosan nem lesz indukált feszültség. Most már értjük is a magyarázatát, fluxusváltozás nem fog történni. Most azért állok meg egy picit, mert most már tudunk kettő jó megoldást, és ebből a harmadik az rögtön kitalálható, úgy is mondhatnám, most megadom nektek a lehetőséget arra, hogy javítsatok. Tehát, mi fog történni akkor, ha mind a kettőt együtt forgatom? Tessék megnézni. Megforgatom együtt a kettőt, és megforgatom a másik irányba is. Ezzel mintegy alá lehet húzni az előzőt, hogy teljesen mindegy, hogy ez a rész ez forog vagy nem forog. Azt számít a kísérletben egyedül, hogy ez a résztömb forog vagy nem forog, mert a résztömb nem forog, bármit csinálhatok.
És hogyha résztön forog, akkor is bármit csináltok, tehát ha együtt forgatom vele, akkor is jól megfigyelhető az indukció nagysága. Szerintem ez fölteszi az I betűre a pontot, ez a kísérlet. És akkor a következő kísérlethez egy picit jobban át kell rendezni az asztal, de nem probléma, mert ki van készítve minden, vagy legalábbis én igyekeztem tudásomnak megfelelően kikészíteni a dolgokat. Tehát akkor most egy másik eszközt fogok elővenni. A főszereplője az eszközünknek egy tekercs lesz. Ez egy csévetest, és 5480 menet van ide rátekerve, ezzel a papírral borították le, hogy nehogy megsérüljön, nagyon vékony szálú lemez, tehát majd 5000 menet van, vagy igen. Mérni úgy fogunk ezzel kapcsolatosan, hogy van nekünk egy ilyen műszerünk, ez a műszer 2 darab mérőműszer tartalmaz, jobb oldalt és bal oldalt. Természetesen most még nem látjátok, még a kamera se jól látja, és ez nem is probléma, majd mindjárt meg is nézzük. Tehát azt mondja, hogy ezzel az oldalával, az egyik oldalával feszültséget fogunk mérni, és a másik oldalával majd áramerősséget, de egyelőre most még csak feszültségmérésnél tartunk. Itt van nekünk egy vetítőberendezésünk. Ez a vetítőberendezés, ez arra szolgál, hogy kivetíti a mérőműszernek a mutatandó értékét, így aztán tényleg nagyon könnyű megfigyelni. Tehát így, mi? Ezt bekapcsoljuk. Ez még alacsony lesz. Van nekünk itt egy ilyen emelőnk, és ennek a segítségével föl tudom emelni a vetítőt, még egy picit följebb. Így, mi? Képet élesre állítjuk. Jó. És akkor tulajdonképpen még egyszer mutatom, hogy itt van egy feszültségmérőnk, tehát ez a 2 drót a feszültségmérőt fogja megmutatni. A tekercsnek a belsejében fogok mozgatni egy rudat, egy mágnes rudat. Látjuk, hogy ez most éppen az északi pólusa. Ha én elkezdem befelé tolni, akkor éppen lefelé tér ki a műszer, csak úgy mondom, hogy a végkitérésben 3 voltnyi feszültséget tudunk. Kifele húzom, akkor fölfele, lefele tolom, akkor pedig lefele fog elmozdulni. Ez azt is jelenti, hogy abban az esetben, ha kifele húzom, akkor a feszültség irányát meg tudom mondani, hogy milyen lesz. Abban az esetben, ha befele tolom, akkor a feszültség iránya éppen ellenkező irányú lesz. Meg lehet mutatni azt is, ugye ez mutatja, hogy az egyik esetben növekszik a fluxus, és akkor a növekedésből ez pozitív lesz, vagy a másik esetben csökken a fluxus, és akkor negatív lesz, és akkor így az indukált feszültség előjelét is megértettük. Ha gyorsan, tehát hogyha lassan, meg gyorsan mozgatom, akkor azt is meg tudjuk mutatni, tehát most lassan mozgatom, így, gyorsan mozgatom, teljesen jól működik a képlet. Ha megfordítjuk a rudat, tehát ez azt jelenti, hogy a kék helyett a piros felét fogom befele tolni, akkor az indukált feszültség iránya megváltozik, hiszen ebből bújnak ki az erővonalak, ezen tűnnek el. Tehát azt hiszem mindenki szépen és jól láthatja azt, hogy hogyan működik ebben a kísérletben, hogyan lehet leírni a képlettel. Mikor megalakították, tehát vagyis amikor felfedezte a voltaféle cellát és a belőle elkészített voltaféle oszlopot, egy példátlan lehetőséghez jutottak a fizikusok, hiszen megszületett az áramforrás. Az az áramforrás, ami az addigi 10-6-on, 10-7-en áramerősség helyett 10-1, 10-2-on áramerősséget is tudott, tehát akár 7-8 nagyságrenddel nagyobb áramot tudtak csinálni, így az áramnak a hatásainak lehetőség volt megvizsgálni. Na, hát mi is tegyük ezt, és akkor én hoztam egy másik tekercset,
ennek a másik tekercsnek az lesz a feladata, hogy rajta áramot fogunk keresztül folyatni, tehát ide ez pont beleilleszthető, rajta áramot fogunk keresztül folyatni, az árammal átjár tekercs, azt mondják, hogy helyettesíthet egy rúdmágnest. Hát ezt a kísérletet fogjuk végig gondolni. Tehát most azt fogom csinálni, hogy itt van egy áramforrás, az áramforrásunk segítségével, létrehozunk egy áramkört, tehát az áramkör egyik oldalából elindulunk, bemegyünk a mérőműszerbe, a mérőműszerből megyünk a tekercsbe, és a tekercsből megyünk az áramforrás másik sarkára, vagyis a tekercsel sorosban kötöttük a mérőműszert, vagyis ezt tipikusan árammérésre akarjuk majd használni. Ha most beállítunk egy megadott feszültséget, pontosabban áramerősséget, bocsánat, csak igen, ez a rész ez nem jó volt kitalálva, tehát körülbelül 6 ampernyi áramot tudunk beállítani, most ezen a tekercsen 6 ampernyi áram folyik keresztül. Ha én ezt elkezdem mozgatni, akkor nagyon hasonlóan működik a tekercsünk, mint amikor a tekercs helyett egy rúdmágnesnek a piros végét dugdosgattuk befelé, kifelé. Szerintem jól meg lehet figyelni, hogy ugyanúgy, csak a kitérése lesz sokkal kisebb. Tehát sokkal nagyobb áramerősség kellene ahhoz, hogy ugyanazt tudjuk produkálni, mint a rúdmágnes. Abban az esetben, hogyha megfordítjuk az áramnak az irányát, látjuk, hogy most éppen fölfelé tér ki, akkor ugyanazt fogjuk tudni előállítani, mint amikor az északi pólusával mozgattuk a tekercset, mozgattuk a rúdmágnest a tekercs belsejében. Szerintem ez így szépen látszik. Na most, a helyzet az, hogy a tekercsünk az úgynevezett légmagos tekercs, vagyis ez azt jelenti, hogy a belsejében, hát ugye a fa tekercsen kívül, vagy csévetesten kívül más nem találunk. Helyezzünk el benne egy ferromágneses anyagot, anélkül, hogy megnövelnénk az áramerősséget, azt hiszem nagyon jól lehet látni, hogy a vas, tehát a ferromágneses anyag bedugása a mágneses térben, hogy megnövelte a mágneses térnek a nagyságát. Tehát ez azt jelenti, hogy most már bizony összemérhető azzal, amit a rúdmágnesünk tud, tehát akkor tulajdonképpen egyik részről igazoltuk azt, hogy az árammal átjárt tekercs az helyettesíthet egy rúdmágnest, másik részről pedig azt is látjuk, hogy az árammal átjárt tekercsel ugyanúgy indukciót tudunk létrehozni, mint a permanens mágnessel, az állandó mágnessel. Vannak emberek, hallgatók, akik gondolkodnak, és hát tulajdonképpen az ő kedvéért elmondom, hogy ha valaki gondolkodik és látta azt a kísérletet, amikor légmagos tekercsel kísérleteztünk, és alig-alig volt neki eredménye, valamint láthatta azt a kísérletet, amikor benne van a ferromágneses anyag, és akkor nagyon nagy volt a végeredmény, azt mondhatja, hogy ha-ha, fluxusváltozást most pedig úgy fogunk elérni, hogy betesszük ezt a tekercset ide, beállítjuk az áramerősséget akkorára, mekkorára szoktuk, körülbelül 6 amperre, és most a tekercshez nem nyúlok hozzá, hanem csak a ferromágneses anyagot kihúzom, és visszadugom. Így is elő tudunk állítani fluxusváltozást, és hát ez a fluxusváltozás teljesen egyenértékű azzal, mint amikor az egész tekercset húzogattuk, tologattuk be a tekercsnek a belsejébe. A fluxusváltozás és a hozzá szükséges idő az még egy másik dolgot is sugall nekünk. Én egészen kicsi áramerősséget fogok beállítani, ez gyakorlatilag körülbelül 2 amper, az előzőnek közel az 1/3, és most nem a tekercset fogom mozgatni, hanem azt fogom tenni, hogy kikapcsolom és bekapcsolom az áramot. Tehát kikapcsolom, bekapcsolom. Az azt jelenti, hogy akkor, amikor nem folyik áram, akkor a fluxus az nulla,
amikor folyik az áram, akkor pedig a fluxus az valamekkora, és a kettő között, ugye azt lehet mondani, hogy a kettő között igen kicsi idő telik el, mert hiszen egy kapcsolóval bekapcsoltuk, meg megszakítottuk ezt a kört, és ennek eredményeként nyugodtan el lehet mondani, hogy irgalmatlan nagy feszültségváltozást tudtunk létrehozni. Érdemes megnézni, hogy amikor a feszültségünk, pontosabban az áramerősségünk állandó, ebben az esetben nincs oka annak, hogy a fluxus megváltozzék, nem is változik meg, jól látható, hogy az indukált feszültség az nulla. Tehát, hogyha fluxus változás nincs, akkor ezt látjuk. Azt is meg lehet tenni, hogy a feszültséget a toroid segítségével növelem és csökkelem, pontosabban a gerjesztő áramot, és amikor a gerjesztő áram növekszik, akkor van indukció, tehát nem nulla lesz az indukált feszültség, csökkenéskor ugyanez érhető el. Növekszik, csökken. Növekszik, csökken. Azt is meg lehet mutatni, hogyha áram irányt váltunk, akkor természetesen ugyanez fog lejátszódni az ellenkező irányba. Most lefelé fog elmozdulni az áramot mutató mutató. Amikor áramot adunk rá, tehát akkor egészen fölnöveltük, ugye az alsó baloldali mutatóról beszélünk. Csökkenéskor is, növekedéskor is, csökkenéskor is, növekedéskor is indukciót figyelhetünk meg. Tehát tulajdonképpen ez a kísérlet nagyon jól mutatja mindazt, amit az indukcióról tudni kell. Abban az esetben, tehát most akkor lebontjuk ezeket az eszközöket, abban az esetben, hogyha tovább szeretnénk haladni a kísérletezéssel, akkor akkor az asztalt letakarítjuk, és ezekre már nem volt, nincs szükség. Tehát így mi ezeket szépen ide lerakom. A következő az, úgy is mondhatnánk a következő kísérletet, nem akárkinek, hanem azoknak raktam össze, akik emelt szinten tanulják a fizikát. Tehát elsősorban nekik, de annyira nem bonyolult ez a dolog, hogy bárki meg ne érthetné. Tehát, én most egy kicsit hátrébb vonulok, így, és akkor a kísérleteink egyik főszereplője, aha, itt van ez a tápegység lesz, így, így. Kell nekünk még egy tekercs, néhány darab laborpálca és egy másik tekercs. Na, hát akkor nézzük, hogy pontosan mit is szeretnék megmutatni. Hát először is az oszcilloszkópot mindjárt bekapcsoljuk, annak valamennyi melegedésre van szüksége, tehát a katód sugárcsőnek a katódjának föl kell fűtődnie. Tehát akkor szépen ezt a részét fogom megmutatni. Tehát van nekünk egy áramforrásunk. Az áramforrásunk az egy különleges áramforrás, egy úgynevezett jelgenerátor. Ennek a jelgenerátornak most éppen 1000 herces szinuszos feszültséget fog tudni adni. Egyelőre minket ez abból a szempontból fog érdekelni, hogy bekapcsolom az áramforrást, ígyni, és akkor, ha bekapcsoltam az áramforrást, akkor nézzük meg, hogy pontosan milyen eszközt látunk. Az eszköz az egy úgynevezett Helmholtz-féle tekercspár, tehát itt van néhány menetes tekercs, ezzel sorba van kötve a másik tekercs, mind a kettőnek ugyanaz a körbejárás iránya, tehát mind a kettő ugyanolyan mágneses teret fog gerjeszteni. Elmondható, hogy a két tekercspár között, tehát a Helmholtz tekercspárok között
homogén mágneses teret fogunk tudni létrehozni. Abban az esetben, hogyha egyenárammal gerjesztjük, akkor lesz homogén mágneses tér. Ha váltóárammal gerjesztjük, akkor egy váltakozó irányú, de egyébként abban homogén mágneses tér fog keletkezni. Hogy ez tényleg így van, ezt meg is tudom én mutatni, kell hozzá egy műszer, zsinór, és akkor az oszcilloszkópunknak az egyik csatornájához hozzá fogom kötni a jelgenerátort, és akkor mindenki látja, hogy a felső csatornán tulajdonképpen nem más látszik, mert csak beállítjuk egy kicsit élesre, jó. Tehát akkor az látszik, hogy egy szinuszos feszültséget látunk. Azt is meg tudjuk mutatni, hogyha az áramerősséget csökkentjük, akkor hogyan csökken, illetve hogyan növekszik a szinuszos feszültségnél az amplitúdó. Na most, az is izgalmas számunkra, hogy látjuk ezt a oszcilloszkóp jelet. Talán azt hiszem, hogy egy egész kicsit elrébb húzom az... Ugye jobb így közvetítés szempontjából, én könnyebben rálátok. Tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy van egy 1000 Hz frekvenciájú váltakozó áramú áramforrásunk, annak az árama keresztül folyik a tekercsen, az izzólámpán a másik tekercsen, és ennek hatására itt egy 1000 Hz-el váltakozó mágneses tér lesz. Ebbe a mágneses térbe fogom behelyezni ezt a tekercset, hogy lássuk a tekercsnek a képét, ezért aztán azt fogom tenni, hogy bekapcsolom, hogy kétsugaras legyen az oszcilloszkópunk, és ha behelyezem, akkor nagyon szépen látszik, hogy az indukált feszültséget, az a kicsit vastagabb, szőrösebb, ugye mindenféle jeleket még összeszed az 1000 Hz-en kívül, de azt látjuk, hogy ebben az indukált feszültségben nem pontosan ugyanabban a fázisban van, mint a gerjesztő áram. Ez azt is jelenti, hogy az indukált feszültség és a gerjesztő feszültség között éppen 90 fok lesz a fázis eltolódás, ezt nagyon jól mutatja. Meg lehetne mutatni másképpen is, és ez lesz az igazán izgalmas. Úgy is mondhatnánk, hogyha a műegyetemen lennénk, és műegyetemi hallgatóknak beszélnék, mondanám, hogy vegyünk egy könnyen deriválható függvényt. Ez a könnyen deriválható függvény, ez nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy bólogattok és mosolyogtok. Tehát még egyszer a VME Kármán stúdióinak az emberei, azok éppen egyetemi hallgatók, elkezdtek bólogatni, tehát egy könnyen deriválható függvény, a szinuszos függvény, annak a deriváltja, hogyha minden igaz, akkor koszinuszos lesz. Azt hiszem, ezt mindenki látja, 90 fokkal tolódott el, de nézzünk meg még könnyebben deriválható függvényt. Ez a még könnyebben deriválható függvény, ez egy fűrészfok függvény lesz. Ez azt jelenti, hogy ettől a pontjától eddig a pontjáig könnyen tudjuk deriválni, utána ettől a pontjától ettől a pontjáig úgy szintén, és akkor azt hiszem, hogy abban a pontban a derivált értelmezése az mindenki számára látszik, hogy ez nem egyszerű. Ha most megkérdeznélek benneteket, hogy meg tudjátok-e mondani, hogy ennek mi lesz a deriváltja, igen, jól mondjátok, ez egy négyszög függvény lesz, azt hiszem, ez nagyon szépen látszik, ugye egy egyenletesen növekvő szakasznak a deriváltja egy viszintes vonal lesz, és akkor gyakorlatilag ez egy fönti rész, utána csökken, akkor egy lenti rész. Azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik. Talán ha az intenzitást egy kicsit megnövelem, akkor lehet látni. Ennek a jele, az sajnos összeszed ezt-azt ilyen zavar, de tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy nagyon szépen összeállt a kísérlet. A továbbiakban pedig azt is meg szeretném mutatni, még térjünk egy kicsit vissza arra, hogyha van két jelünk, az egyik színuszos, a másik hozzáképest 90 fokkal van eltolva, és ezt a kettőt egymásra merőlegesen összeadjuk, akkor ugye a Lisa-Zsú-féle görbékből az fog kijönni, hogy egy kört kell lássunk. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy a kör itt összeáll. És hát ez azt is jelenti, hogy a függőleges tengelyen és a vízszintes tengelyen a gerjesztő áram, illetve az indukált feszültség látható.
Azért hoztam ezeket a laborpálcákat ebből a kísérletből, még csak a laborpálcákat nem hoztam, mert hogyha ezeket a laborpálcákat ide szépen beteszem, akkor ez meg fog egy picit változni, és tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy szép lassan a hiszterézis görbéhez fogunk eljutni, itt már egy kicsit túlzás is az indukált feszültségnek a jele, tehát ez gyakorlatilag a hiszterézis görbét, a hiszterézis hurkot tudjuk fölrajzolni. Tehát ez az egyik része, és itt ezen a ponton az is mutatkozik, hogyha hozzunk két darab másmilyen vasmagot, ezek transformátoroknak a vasmagjai, ha ezeket én szépen innen kihúzom, ide betesszük ezt a vasmagot, akkor megláthatjuk, hogy egy közönséges vas és egy transformátor vasmag között mi a lényegi különbség. Úgyni. Itt a másik. Na tehát akkor ez is megvolt. Tehát akkor azt láttuk, hogy az oszcilloszkóp segítségével nagyon könnyedén tudjuk a folyamatot megfigyelni. Annyit még mindenképpen érdemes elmondani, hogy az oszcilloszkópról az egy olyan eszköz, főleg amikor ebbe az irányba kapcsoljuk, tehát a függőleges tengelyen egy elektromos jelet, a vízszintes tengelyen pedig az időt látjuk, tehát egy időlefutásos diagram, függőlegesen a gerjesztőáram, vízszintesen az idő, és függőlegesen a gerjesztőáram, bocsánat, az indukált feszültség ebben az esetben, és akkor azt hiszem, ez nagyon szépen látszik, hogy a két jel egymáshoz képest hogyan van eltolva. Jó, hát akkor tulajdonképpen ezzel is meglennénk. Akkor elpakolom ezeket az eszközöket, és hozok másikat. Úgyni. Na most. És így. És akkor most jönnek az alumínium karikák. Az alumínium karikákkal kapcsolatosan ugye az a kísérlet fog következni, ami hát egy másik irányból közelítünk ahhoz, amit úgy hívnak, hogy indukció, mármint annak a jelenségéhez. Kettő darab alumínium karikát fogok ide fölfüggeszteni. A fölfüggesztést úgy hívják, hogy bifiláris függesztés. Ez azt jelenti, hogy ebben a síkban könnyedén tud lengeni, és a rá merőleges irányba pedig hát nem könnyedén. Szükségünk lesz még egy mágnesre, egy erős mágnesre. Ez is itt van, és akkor azt kell látni, hogy itt van a kezemben egy erős mágnesrúd. A mágnesrúddal közelítünk az alumíniumhoz, és meg tudjuk mutatni, hogy a kísérletünkben az alumínium és a mágnesrúd között kölcsönhatás nincs. Jószerivel alig van. És akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ide elhelyezem, meg ide, hát látjuk, hogy nincs hatása, a másik pólusát ide helyezem. Ennek is látjuk, hogy nincs hatása, hogy tényleg mágnesrúdról van szó, szerintem ez jól látszik, hogy ezt a laborpálcát, ezt jó erősen meg tudtam mozgatni. És akkor most azt szeretném megmutatni, hogyha veszem ezt a mágnesrúdat, és itt elkezdem mozgatni, akkor itt a kettő kölcsönhatásban lesz. Szinte azonnal elkezd lengeni ez a gyűrű. Ha másikat kezdem mozgatni, akkor itt pedig nem történik semmi. Ugye megmutatom még egyszer, tehát meg lehet nézni azt, hogy a kék pólusával mozgatom, akkor is mozog, abban az esetben, hogyha piros pólusával mozgatom, akkor is mozog, és tulajdonképpen föltesz az ember a kérdést, hogy vajon mitől kezd el mozogni ez a gyűrű, akkor hát az, akik mondjuk úgy, hogy egy kicsit szereti szétoffolni az órát, akkor az mondhatja azt, hogy a karcsinak irgalmatlan nagy mancsa van, még ez a mágnes is igen nagy, és amikor ezt így mozgatja, akkor
meglengeti a levegőt körülötte, és ez a levegő mozgásba hozza ezt a gyűrűt. Ezért készítettük el ezt a nagyobb felületű gyűrűt, és akkor, hogyha ezen a nagyobb felületű gyűrűn meg tudjuk ezt csinálni, akkor azt hiszem kizárható, hogy az én nagy mancsom, illetve a mágnesnek a mérete, illetve az ott való mozgatás miatt működne. Valójában az történik, amit tulajdonképpen ma már nagyon jól le tudunk írni Faradaynek köszönhetően, hogy a változó mágneses tér az egy nagyon érdekes dolgot fog végezni, egy úgynevezett elektromos teret fog indukálni. Az elektromos térről azt tanultuk, amikor még a nyugalomban levő töltések hozták létre, hogy azok olyanok, hogy elektromos töltésből indulnak ki az erővonalak, és elektromos töltésen végződnek. Úgy is mondhattuk, hogy a tér forrásaiból bújik ki az összes erővonal, és a tér nyelőin tűnik el az összes. Na most itt, ebben az esetben egy teljesen más szerkezetű erőtér alakul ki. A nyugalomban levő elektromos töltések teréről azt tanultuk, hogy forrásos és örvénymentes. Ez azt jelenti, hogy az erővonalak sohasem záródnak magukban. Ezt jelenti az örvénymentes. A forrásos az pedig, hogy meg tudjuk mondani, hogy egy erővonal honnan bukkan elő, hol tűnik el. Ezek lesznek a térnek a forrásai és nyelői. Na most, akkor, amikor a mágnest én mozgatom és megváltoztatom a helyét, ezzel együtt időben változó mágneses teret hozok létre, ez az időben változó mágneses tér indukál egy elektromos teret, amely az elektromos töltésekre fog elsődlegesen hatni, és ezek az elektromos tér, amit mágnes mozgatásával, tehát mágneses tér változtatásával hoztunk létre, az tulajdonképpen egy olyan tér, ami nagyon-nagyon különbözik a nyugvó töltések terétől, ezek az erővonalak mindig önmagukba záródnak, tehát örvényes lesz a tér, és nincs forrás. Nincs forrás. Na most, ha ezt megértettük, akkor nagyjából és hozzávetőleg értjük a mozgásnak az okát. Bedugom ezt a mágnest ide így, megváltozik a mágneses tér, a megváltozó mágneses tér elektromos erőteret fog létrehozni, az elektromos erőtérről mondtam, hogy az örvényes, az örvényvonalak irányában elhelyezünk egy zárt vezetőt, akkor ebben a zárt vezetőben elkezdenek mozogni, a szabadon mozogni képes töltések. Ez azt jelenti, hogy amikor én ezt így bedugom, akkor elkezdenek forogni mondjuk ebbe az irányba a töltések, amikor kihúzom, akkor pedig a másik irányba kezdenek el forogni. Mit jelent az, hogyha egy elektromos töltés körpályán mozog? Ha valaki emlékszik még erre, akkor azt mondtuk, hogy ez egy mágneses dipólus, tehát ha egy darab elektron szépen körbe-körbe megy, annak lesz egy mágneses tere, és ennek a mágneses tere Lenz törvénye értelmében mindig olyan lesz, hogy az őt létrehozó hatás gyöngíteni igyekszik, tehát amikor én bedugom ezt a, vagy a mágnes rudat ide így, akkor olyan irányú teret fogunk tudni gerjeszteni, ami áramerősség hatására az itt ébredő mágneses tér ezt a mágnest taszítani igyekszik. Úgy fogom megmutatni, hogy ide szépen beállok. Ott van egy kamera abba az irányba, tehát ő neki mutatom. Ez most már nem is kell ide. Tehát ezt innen le is vehetjük, hogy ez ne zavarjon minket. Ugye ez úgy sem mozogna semmit. Ezt viszont, hogyha ide felakasztom, akkor azt látjuk, szerintem most tessék figyelni, a kék, vagyis a északi pólusával kísérletezem, amikor hirtelen bedugom, nézzük meg, hogyan fog megmozdulni a gyűrű, bedugom, és mindenki látja, hogy a gyűrű ellendül. Amikor kirántom, akkor pedig én felém lendül. Tehát, hogyha ütemesen bedugom, kihúzom, akkor ezzel lengésbe lehet hozni az alumínium karikát. Még egyszer, az indukált áram mágneses tere hat kölcsön a rúd mágneses terével. Abban az esetben, ha megfordítjuk a pólust, tehát most nem a kék, hanem a piros déli felével fogom kísérletezni, figyeljétek meg a különbséget. Bedugom, és megint csak ellendül. Kihúzom, tehát gyakorlatilag mi a különbség? Semmi. Teljesen mindegy, hogy az északi vagy a déli pólusával tesszük, hiszen
a fluxusváltozásra van csak szükség. Ez a fluxusváltozás az egyik esetben növekedést fog produkálni, a másik esetben csökkenést. Ezt mutatja egyébként ez a negatív előjel ebben a képletben, hogy az indukált áramiránya mindig olyan, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Így mi. Akkor ezzel megvagyunk. Akkor az örvényáram, mint olyan kimondatott, akkor most tulajdonképpen az örvényáramokkal kapcsolatos kísérleteket szeretnék megmutatni. A következő kísérleti eszköz, hát úgy is mondhatnám, hogy nagyon szeretem ezt a taneszközt, de kellően tartok is tőle, hiszen kell egy elképesztően erős mágnes hozzá, és kell hozzá egy nagyon vastag, jó vezető képességű lap. Ez a lap, ez vörös részből van, és ez a mágnes, az pedig ez egy szép nagy mágnes. Tehát akkor a kísérletet a következőképpen fogjuk elvégezni. Ezt a mágnest fogom, ebből a magasságból lejtem. Azt hiszem mindenki látja, hogy úgy esett le, ahogyan az Newton is megjósolta volna. A végén az itt elhúzódó vasdarab magához húzta, most egy kicsit ezért odébb megyünk, megmutatom még egyszer. Jól látható, hogy akár melyik pólusával ejtem lefelé, ez ugyanúgy esik. Ha ugyanezt az esést itt a résztömb között fölött csinálom, akkor azt hiszem mindenki jól látja, hogy a résztömbön nem fog koppanni. Világos, hogy mi történik. Az történik, hogy a mágneses tér ezen a ponton változik. Azért változik, mert a mágnes közeledik, itt egy örvényes elektromos tér indukálódik, az itt levő vezetési elektronok körpályán kezdenek mozogni, és mint egy tükröt fognak tartani a mágneshez. Ez a tükör kép ez azt is jelenti, hogy taszítani fogja egymást a két mágnes. Azt hiszem mindenki szépen látja, hogy ezt dobálhatja az ember, akkor sem fog koppanni. Elég csak ebből a magasságból lejteni, szerintem ez jól látszik. Úgy is szoktam mutatni a kísérletet, hogy nem ejtem, hanem így földöntöm, és akkor azt hiszem így is nagyon szépen látszik. Ha ebben az esetben döntjük föl, akkor hát ugye látszik a különbség. Ezzel a kísérleti eszközzel nagyon jól meg lehet mutatni azt a negatív előjelet, amit már az előző kísérletben is mutattam. Azt láttuk, hogyha rá akarom tenni ide, akkor ez gyakorlatilag ellene szegül, ha nagyon gyorsan tegyem rá. Azt, hogy szép lassan megy, akkor tulajdonképpen azt történik, hogy elkezdenek körbe-körbe járni az elektronok, és az elektronoknak a munkája, tehát az elektronok hőtermelés közben gyakorlatilag előbb-utóbb megállnak. Ha szupravezető lenne, akkor itt valamilyen magasságban ott állna végig, de hát ez most ebben most mélyen nem menjünk bele. Azt is ilyenkor szoktam megmutatni, hogy sem a mágnesünk, sem a résztömbünk egyik oldala sincs bekenve semmivel, tehát például ragasztóval, csirízzel, és akkor tessék megfigyelni a következőt. Most leteszem a mágnest ide alulra, ráteszem a résztömböt, és a résztömböt most hirtelen le akarom kapni. Látjuk, hogy mi fog történni. Ellene fog szegülni annak, hogy a mágneses tér megszűnjön benne, mert ilyenkor az történik, hogy fölemelem, és nagyon jól látszik, hogy föl lehet emelni ezzel a mágneses teret, tehát most tulajdonképpen az előbb egy taszító kölcsönhatás, ha el akarom távolítani, akkor pedig egy vonzó kölcsönhatás fog ébredni. Tehát ugye ez a vonzó kölcsönhatás, így, és ebben az esetben meg taszító a kölcsönhatás. A változásnak szegül ellen az indukált áram, ez azt is jelenti, hogy ezt sok mindenre jól lehet használni, hogy pontosan mire, azt rövidesen meg fogom mutatni. Az úgynevezett Waltenhofen féle ingával fogunk egy kicsit kísérletezni. A Waltenhofen inga az eddig megtanult örvényes viselkedést fogja megmutatni. Rögtön két darab Waltenhofen ingát is hoztam. Az egyik az permanens mágnessel működik, a másik pedig állandó mágnessel működik. Már hozom is ezeket ide. Tehát az állandó mágneses lesz itt,
Ez úgy fog kinézni, hogy vannak alumíniumból kivágott kis ingácskáink, én ezt ide helyezem, és akkor mindenki megfigyelheti, hogy ez az inga, ez nagyon szépen leng. Itt van egy másik inga, ez a másik inga, ez olyan, hogy ilyen fésűszerűen föl van vágva. Ha ide elhelyezem, akkor azt is megnézhetjük, hogy mind a kettő egyformán könnyedén tud lengeni. Abban az esetben, hogyha veszünk egy nagyon erős mágneses teret, ezt az erős mágneses teret úgy fogjuk megcsinálni, hogy egy speciális patkómágnes segítségével hozzuk létre. A speciális patkómágnes azért izgalmas, mert egy csavarorsó segítségével ennek a két pofának a távolságát be tudom precízen állítani, és ezek a kis pogácsák valójában nem vasból vannak, hanem nagyon erős mágnesek. Körülbelül ennél a távolságnál olyan 2-3 tized tesla térerősség alakul ki. Én ezt ide szépen elhelyezem, így, és akkor ismét meglengetjük a két mágnest, és azt látjuk, hogy az egyik azonnal megáll, szinte azonnal megáll, egy lengés nélkül, a másik, na pillanat, ezt valamiért kicsit odébb tesszük, aha, így már jobb lesz. A másik az pedig nem fog lengeni. Tulajdonképpen a Waltenhofen inga két dologra tanít meg minket, hogyha változó mágneses teret észlel ez a test, akkor benne örvényáramok fognak indukálódni, ezeknek az örvényáramoknak a mágneses tere pedig mindig olyan irányú lesz, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik, vagyis ez nagyon gyorsan le fog csillapodni. A másikban is próbálnának örvényáramok folyni, ennek a fölszabdalásnak következtében az örvényáram nem tud létrejönni, és emlékeztek, a fölmetszett alumínium gyűrű az nem mozgott, éppen ezért ez is csak alig-alig fog csillapodni a lengése. Míg a másikkal összehasonlítjuk, szerintem nagyon szépen látszik az, hogy a tömör az azonnal megáll, a lengő az pedig olyan, hogy így fésűszerűen föl van fűrészelve. Van egy harmadik ingánk is. Ez a harmadik inga az, amelyik tényleg azt lehet mondani, hogy bezárja a kört, fölteszi az I betűre pontot. Nagyon sok fémet martak innen, de ott a tetején, vagy ha így nézzük, az alján meghagyták ezt az összeköttetést. Nézzük meg, hogy ha összehasonlítjuk a kettőt, ebből sokkal kevesebbet kellett kiforgácsolni, mint ebből a másikból, tehát ezek a lyukak sokkal nagyobbak. Ha összehasonlítjuk a kettőt, először hasonlítsuk össze a tömört és ezt a lukacsosra vágottat, szinte azonnal megáll, alig van a kettő között különbség, így, meg lehet mutatni többször is. Míg hogyha ide tesszük a teljesen fölvágottat, akkor azt is meg lehet látni, hogy gyakorlatilag az örvényáramok hol folynak, tehát hogyan jönnek létre ezek az örvényáramok, tehát mindenképpen közelebb jutottunk az indukcióhoz. A Waltenhofen féle ingát meg lehet mutatni úgy is, hogy elektromos árammal fogjuk hajtani. Ez azt jelenti, hogy kell két darab vezeték. Ezzel a két darab vezetékhez egy egyenáramú áramforráshoz fogom kapcsolni. Itt már... Igen, megkeressük az áramforrásunkat. Itt az egyik pólusa. Itt a másik pólusa, így. A két szélére tudjuk fölhelyezni az áramforrásunkat, így. Azért teszem ide az áramforrást, hogy mindenki lássa, mikor kapcsolom be, így. Tehát kikapcsolom, nézzük meg, hogy hogyan működik. Látjuk, hogy ez is nagyon kis csillapodással leng. Ha egy picit elfordítom, hogy jobban lássuk a másik irányból is, így. Bekapcsolás után pedig szinte azonnal megáll. Itt is meg lehet mutatni, tehát amikor az áramot bekapcsolom, és akkor rögtön megáll. Természetesen ehhez is készítettek egy ilyen fésűszerűen fölfűrészelt darabot,
ez itt van mellette, és akkor ezt, ha ide betesszük, akkor meg tudjuk mutatni, hogy ennek a csillapodása mennyivel kisebb lesz. Igen, szépen rögzítjük ezeket a csavarokat. Bekapcsolom, morogni hallom a transzformátor ilyenkor, amikor teher alatt van, akkor jobban morog, de csillapodás pedig nincs. Annak ellenére, hogy erős mágneses térben kellett mozognia. Ugye mindenki jól megfigyelheti, itt van egy tekercs, itt egy másik tekercs, és itt van a két ferromágneses pofa, és a két ferromágneses pofa között nagyon kicsin térre lokalizálódik a kilépő erővonalak száma, tehát ott viszonylag nagy térerősség van a két pofa között. Tehát akkor a két Waltenhofen ingánkat is láttuk, és akkor nézzük tovább, hogy mit tudunk még a kísérleteinkből megmutatni. Ezeket szépen ide elhelyezem. Ennyi. Waltenhofen inga. Igen. Most jött el annak az ideje, hogy megbeszéljük ennek a serleges motornak a működését. A serleges motorunknak az egyik főszereplője egy alumíniumból készült serleg. Egyébként ez egy kereskedelemben kapható ilyen tehát tejszínes doboz, aminek jó vastag a fala. Egy időben sokat próbálkoztam másik eszközzel. Tehát tulajdonképpen az a lényeg a dolgoknak, hogy ebből, ez egy darabból van megcsinálva. Itt a közepére én csináltam egy kis fészket, ide betesszük, és akkor ez könnyedén tud majd forogni. E körül a tengely körül. Szükségünk lesz egy tekercsre. Hova tettem, Atya Isten, itt már mindent összekavartam. Itt leszem ez oldalt. Itt van a tekercsünk. Kell hozzá még egy vasmag. Itt van az egyik vasmag, és van itt valahol még egy másik vasmag. Hol van a vasmagunk? A két vasmag nem teljesen egyforma, de mindegy, egyébként ezt a kísérletet már láttuk. Tehát szépen ide elhelyezem. Így. És tulajdonképpen azt kell megfigyelni majd a kísérletünk során, hogy az alumíniumban feszültség, tehát mágneses tér változását fogjuk tudni megnézni. Tehát ez azt jelenti, hogy ide, mikor ezt én bekapcsolom, akkor itt változó mágneses teret fogok tudni létrehozni. Ebben a változó mágneses térben benne lesz a kiterjedt fémes vezető, és ezt a kiterjedt fémes vezetőt, mint ahogy már mutattam is, talán inkább ebből az irányból, amikor be fogjuk kapcsolni az áramot, akkor ez egyszerűen csak el fogja taszítani, mutatván, hogy ugye a kölcsönhatás az mindig taszító lesz. Szerintem ez így szépen látszik. Most jön az izgalom, hogyha ide közé teszünk egy alumínium lemezt, lehet ez is, de lehet a Waltenhofen ingánknak a lemeze is, akkor tulajdonképpen ebben is fog áram indukálódni, és ennek a segítségével egy időben, tehát az egyik részén a feszültség, a mágneses tér váltakozása a másikhoz képest egy 90 fokos eltolást fog szenvedni. Ez azt jelenti, hogy az egyik oldalon meg a másik oldalon ellenfázisban dolgoznak, és így alakul ki a körforgás. Tehát, hogyha az egyik irányból teszem be az alumínium lemezt, akkor abba az irányba fogja a változó mágneses tér lögdösni. Ha a másik irányból teszem be, akkor pedig a másik irányból fogja lögdösni, és így alakul ki a forgás iránya. Ezt útják, hogy árnyékolt pólusú indukciós motor. Ilyen furcsa neve van, de azért most már, hogyha az ember így végig hallgatta az előadást, akkor előbb-utóbb még érteni is fogja. Az előadásomnak a vége felé pedig az egyik legkedvesebb eszköz, amit azt tudom mondani, hogy talán a
az eddig bemutatott eszközök között ez a legnépszerűbb eszköz. Ezt úgy hívják, hogy lencágyú. Hogy miért hívják lencágyúnak, hát azt rögtön meg fogom mutatni. Szépen előkészítünk itt mindent. A lencágyúhoz egy kicsit nagyobb tápegységre van szükségünk. Hát ez már teljesítményében is egy sokkal komolyabb eszköz. Ezért aztán mindjárt elhelyezünk itt mindent. Ez jön ide. És akkor a lencágyúról a következőt tudjuk, hogy áramforrásként 50 Hz-zel váltakozó áramforrást fogunk használni, amelynek az áramerősségét itt a forgatókar segítségével tudjuk beállítani. Itt van egy nagy menetszámú tekercs. Figyeljétek meg a meneteknek a vastagságát, ebből az is következik, hogy ez egy nagy áramú tekercs lesz. Ígyni. És erre tegyünk kettő darab alumínium karikát. Itt az első, ez a másik. Ja igen, még azt szeretném elmondani, hogy emögött a műanyag cső mögött, műanyagcsőben belül vasmag található, ilyen húzalok vannak egymástól festéssel elszigetelve, tehát jól ki van tömve, vagyis az árammal átjárt tekercsünkben egy vasmag található. Hogy mindenki emlékszik arra, hogy miért is volt erre szükség. Van még egy kapcsoló, ennek a kapcsolónak a segítségevel tudom bekapcsolni az áramot, ez egy nyomókapcsoló, itt beállítottam a maximum áramerősséget, nekem már csak annyit kell tenni, ezt a gombot megnyomom, és azt hiszem, az esés időből mindenki kitalálhatta, hogy majd a mennyezetig ment föl. Itt van kb. 6,5-7 méter magasságú a tanterem. Annyit kell tudni még róla, hogy ez az alsó gyűrű, ez itt van lent, és ez nem repült el. Vajon meg tudjátok-e mondani, hogy mi lehet ennek az oka? A gazemberségem miatt volt eddig eltakarva, ez itt föl van fűrészelve, tehát ebben nem tud áram indukálódni. Ugye itt van a gerjesztő áram, a gerjesztő áramnak van egy mágneses tere. A gerjesztő áram mágneses tere ezt a gyűrűt taszítja, így, hogyha megnyomom, akkor ezt ki lehet lőni. Így, a másikat pedig nyomogathatom ítélet időig, még akkor is, hogyha áram folyik benne, mert ebben nem tud megfelelő mennyiségű áram indukálódni. Még egy dolog, ami erre a képletre utal, és itt megint egy kicsit a felsőbb matematikához fogunk jutni. Vannak nekem alumínium lemezből kivágott gyűrűim. Ezeket a gyűrűket úgy fogom megcsinálni, hogy egyet ráteszek ide, bezárom az áramkört, és addig növelem az áramerősséget, amíg ez kellő magasságba föl nem megy. És akkor kezdődhet a kísérlet, be van kapcsolva folyamatosan, teszek rá még egy gyűrűt, és ha még egy gyűrűt teszem, akkor figyeljetek meg, hogy egyre magasabbra és magasabbra megy. Persze ezt nekem folyamatosan nyomnom kell, jön a következő, ez még magasabbra megy, és hát ezt gyakorlatilag lehet fokozni. Ami izgalmas, majd mindjárt meg is mutatom nektek, tehát hogyha ezt figyeljetek meg, hogy itt nagyon szépen ki lehet mutatni, hogy ezek vonzák egymást. Tehát akkor most tulajdonképpen a kísérletről egy kis magyarázat. A gerjesztő áram, amely itt folyik, azt, hogyha időben szinuszosnak vesszük, akkor a gerjesztő áram által létrehozott indukált áram az 90 fokkal eltolásban van. Ugye ezt látjuk a deriválásból következik, és ebből az is ki fog következni, hogy a legizgalmasabb, hogy ez a két áram ezt taszítja egymást. Tehát ugye az antiparallel áramok azok taszítják egymást, a paralell áramok pedig vonzák egymást, tehát ugye antiparallel áram akkor jön létre, amikor ennek a gerjesztő áramával éppen antiparallel áramot fog az itt lévő indukált áram adni. Ez mutatta meg a kísérletünk, hogy amikor ezt én ide teszem, akkor a kettő között egy taszítás alakul ki, és így alakul ki egy megadott magasságban a lebegés. Azt, hogy két ugyanolyan indukált áram vonza egymást, ezt mutatja meg az, hogy amikor én ezt ide teszem, akkor ez egyre magasabb és magasabb lesz. Ahogy teszem föl ezeket egyre magasabbra, sőt, ha ilyen nagyot teszek, akkor ebből az egészet egyben föl is lehet emelni. Az a helyzet, hogy
megfogadtam, hogy ennél hosszabb órát nem tartok, már többször jeleztek is a kollégák. Mindegy, az a lényege, hogy nagyon sok szeretettel köszönöm meg a figyelmeteket, és azt szeretném mondani, hogy abban reménykedem, hogy jövőre, 2022-ben ilyenkor itt lesztek mindannyian. Köszönöm a figyelmet, és ezúton köszönöm meg még egyszer a VME Kármán stúdiójának a közvetítést. Ti is köszönjétek meg. Viszontlátásra. Szervusztok!